Köszöntöm kedves nézőinket a tanévben első alkalommal itt a Navigátorban. Szeptember 1-ével a felsőoktatásban tanulók számára is kezdetét vette a tanév, melyet egyetemünk hagyományos központi tanévnyitó szenátusi üléssel ünnepelt. Bódis József, a PTR rektora köszöntőiben üdvözölte az első éveseket, és hangsúlyozta, a felsőoktatás jövőjének megteremtéséhez hosszú távú stratégiára van szükség. A tanévnyitón tiszteletét tevő Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár kiemelte, a társadalom egyik legfontosabb eleme a felsőoktatás, így a most készülő felsőoktatás stratégia nagyban hozzájárulhat annak erősítéséhez. Ennek a stratégiának alapvetően két fontos szakasza van. Az első szakasz azoknak a lehetőségnek, potenciáloknak a felderítése, és ezeknek aztán az ebből levezetett akcióknak az implementálása, amiben ma rendelkezik a felsőoktatási rendszer. Maga a felsőoktatási stratégia, ami nyilván ezzel párhuzamosan kerül meghatározása, abból indul ki, hogy azt a célt, hogy hogyan szolgálják ennek közösségnek az érdekeit, három területen hogyan tudjuk elérni. Az első terület nyilván a képzés, oktatás. Felsőoktatásnak a célja az az, hogy olyan diploma kerüljön a végzett szakemberek kezébe, mivel ők azon a szinten tudnak érvényesülni, ahol azt megszerezték. A második része a kutatás. A kutatási területen a felsőoktatási intézmények rendelkeznek Magyarországon a legnagyobb kutatási kapacitással, most az ipar gazdaságvállalatát nem nézve. A harmadik terület, ami az úgynevezett harmadik misszió, vagy helyesebben megfogalmazottnak, éppen annak a tudás vagyonnak a társadalom érdekében történő hasznosítása, amely egy felsőoktatási intézmény rendelkezik. Itt is egy sor feladatunk van. Nem lehet olyan régiókat felsőoktatás nélkül hagyni, ahol egyébként ennek a hiánya ahhoz vezet, hogy nem maradott senki, elvándorolnak a képzett szakemberek. Az ünnepi alkalmon kitüntetések, kinevezések átadására is sor került. A PTE 14 oktatója egyetemi tanári kinevezést vehetett át. Az állam és jogtudományi karon Herke Csongor, a büntetőeljárásjogi és kriminalisztikai tanszék professzora. Nohta Tibor, a polgári jogi tanszék professzora. Az egészségtudományi karon Salamonné Toldi Erzsébet, a Szombathelyi Diagnosztikai Intézet professzora. PTE klinikai központban Ciráki Attila, a szívgyógyászati klinika professzora. Tám Péter, az ortopédiai klinikai tanszék professzora. A művészeti karon Drahos Béla, a Zeneművészeti Intézet professzora. Lakner Tamás, a Zeneművészeti Intézet professzora. Polák Mihály műszaki és informatikai karon, Csépfalvi Anikó, az Építőipari Szakmai Intézet professzora.
Ifjabb Kistelegdi István, az Építészmérnök Szakmai Intézet professzora. A Természettudományi Karon Fialovszky Alíz, a Matematikai és Informatikai Intézet professzora. Lóci Dénes, a Földrajzi Intézet professzora. Egyetemünk szenátusa, Prouniversitate Quincke Ecclesiensi kitüntetést adományozott Pálinkás József professzornak, aki a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként támogatta a vidéki felsőoktatási intézmények tudományos fejlődését, valamint Bauer Miklós professzornak, a jogerőt Pécsi Orvostudományi Egyetem egykori rektorának kiemelkedő oktatói, vezetői és tudományos tevékenységéért. Rektor emeritus címet és az egyetem pecsétgyűrűjét vehette át Lénárd László egyetemi tanár, a PTN 2000 és 2007 között végzett kimagasló vezetői tevékenység elismeréseként. Az egyetem rektora Pro Universitate Juventutis díjat adományozott Kudyáka Rékának, az általános orvostudományi kar orvosi biotechnológia szakos hallgatójának egyetemi tanulmányaiért és a Magyar Rákellenes Liga alapszervezetében nyújtott társadalmi szerepvállalásáért. Szintén az egyetem vezetője, Alma Mater emlékérmet adományozott Gulyás Tibor végzett hallgatónak, egyebek mellett az egyetemi hallgatói önkormányzat kabinet főnökeként és a Magyar Ifjúsági Konferencia elnökeként végzett munkája elismeréseként. Az ünnepi alkalmon egyetemi kultúráért és egyetemi sportéletért díjakat vehettek át az arra érdemesek, valamint művészeti és sport eredményeik elismeréseként oklevelet kapott az egyetem több hallgatója. A tavalyi évben nagy sikerrel útjára indított rektori ösztöndíjat ebben az évben is átvehette a 100 legmagasabb pontszámot elért nappali, önköltséges, alap és osztatlan szakra felvett hallgató, akik első helyen jelölték meg az intézményt. A központi tanévnyitót Tokodi Ilona, a Kossuth és Liszt díjas operaénekes műsora tette még ünnepélyesebbé. Pécs városnapja alkalmából rendezett ünnepségen egyetemünk több oktatóját is elismerték. Dr. Páva Zsolt Pécs város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd a kitüntetések átadására került sor. Városháza emlékéremmel tüntették ki dr. Nagy Imrét, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának professzor emeritusát, a város irodalmi életének meghatározó alakját. Pro Communitate emlékérem kitüntetésben részesült magas színvonalú kiemelkedő tudományos tevékenysége és laboratóriumi kutatómunkája elismeréseként dr. Misete Attila, a Laboratóriumi Medicína Intézet intézetigazgató egyetemi tanára, az általános orvostudományi kar dékánja. Kimagasló történelemtudományi munkájának elismeréseként Pro Civitate emlékéremben részesült dr. Font Márta, a közép- és koraújkori történeti tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Az ünnepi műsoron a Pécsi Nemzeti Színház több új darabjából is láthatott ízelítőt a közönség. A pont a lébetű, a népszövetség lenne, már jegyöntet. A könyvtárosok legnagyobb elismerésében részesült Szellőné Fábián Mária, az egyetemi könyvtár főigazgató helyettese. A Szinyei József díjas könyvtárossal személyesen beszélgetünk a következő percekben. Nagy szeretettel köszöntöm itt nálunk a stúdióban.
Köszönöm a meghívást. Először is gratulálunk ehhez az életmű díjhoz, hiszen a könyvtárosoknál annak mondható ez az elismerés. Talán sokan nem tudják, hogy több mint 20 éve az egyetem kötelékében dolgozik. Mikor jött a könyvek iránti szeretete? Emlékszik még rá? Már középiskolás koromban kezdődött a könyvek szeretete. Magyar könyvtárszakon végeztem, tehát eredendően én a irodalomhoz vonzottam. Olvasni szerettem már középiskolás koromban. Az, hogy könyvtáros lettem, az végül is a véletlennek köszönhető. Első munkahelyem a Kaposvári megyei könyvtár volt. Ott kezdtem a pályámat, végül is végigjártam a, hogy úgy mondjam, a szakma valamennyi területét. Kölcsönző könyvtárostól jutottam el a könyvtár főigazgató helyettes beosztásáig. 91-ben, amikor a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez került egy kaposvári intézmény, én is akkor kerültem az egészségügyi főiskola dolgozójaként a Potéra, és 2000-től az integrált egyetemi könyvtári hálózat megalakulása óta dolgozom a Pécsi Tudományegyetem kötelékében, és 2004-től vagyok az egyetem mi könyvtár főigazgató helyettese. Az itt töltött évek, amit Pécshez és a Pécsi Tudományegyetemhez kapcsolódik, mi jellemzi, hogy tudná jellemezni ezt az időszakot? Nagy átalakulások a könyvtár ügyben. Gyakorlatilag technológiaváltás történt az elmúlt 11 pár évben a könyvtár területén. Elsősorban a digitalizáció irányába megy el a könyvtári munka. Elektronikus katalógusok, adatbázisok, kutatástámogatás, ez a legfőbb területünk, amin most dolgozunk, illetve jelen pillanatban a jövő könyvtárát próbáljuk meg pozícionálni. Minőségirányítási rendszert szeretnénk az egyetemi könyvtárba bevezetni, és hogyha ez sikerül, akkor 2015-ben szeretnénk megpályázni a legmagasabb szakmai minősítési díjat, amelyet a könyvtárak megkaphatnak, ez a minősített könyvtári cím. Ez nagyon kevés könyvtárnak van meg Magyarországon, felsőoktatási könyvtárak közül is csak kettőnek, és hát nagyon reményteljes ez a munka, nagyon jól haladunk, lelkes fiatal munkatársakkal ezen dolgozunk most jelen pillanatban. Nem csak a vezetői főigazgató helyettesi pozíciót lát el, hanem nagyban hozzájárult a könyvtáros szak megalapításához is annó. Erről mit lehet tudni? Hogy emlékszik erre az időszakra? Igen. 10 évvel ezelőtt alakult meg a FEFI, akkor még FEFI keretein belül a könyvtáros képzés. Azt gondolom, hogy 10 év alatt hatalmasat fejlődött a képzés. Országosan elismert képzőhely lett a PTE. Én már akkor is a minőségmenedzsmentet, minőségirányítást tanítottam a könyvtáros hallgatóknak. Nagyon-nagyon sok jó hallgató került ki, nagyon boldogok vagyunk, és azt láthatjuk, hogy a mi könyvtári hálózatunkban is egyre több fiatal dolgozik, aki itt végzett az egyetemen. Ha egy kicsit visszakanyarodunk a főigazgató helyettesi pozícióhoz, egyáltalán az egyetemi könyvtárhoz, ugye most elindul hamarosan az évkezdés, iskolakezdés. Mi az, amivel várják akár az egyetemi könyvtárban a látogatókat, a hallgatókat? Igen, mindig készülünk valamivel. Most éppen az online fizetést és a bankkártyás fizetést szeretnénk megoldani az egész könyvtári hálózatba. Ez már régóta igény a felhasználók részéről. Ez nem egyszerű egy ilyen nagy intézmény esetén bevezetni, de úgy tűnik, hogy most sikerrel túl leszünk ezen, és valamikor szeptember közepétől működni fog az egész könyvtári hálózatba a bankkártyás fizetés, illetve a honlapon keresztül lehet online fizetni bizonyos szolgáltatásokért, amelyeket távolról elérnek a felhasználók, nem szükséges bejönni a könyvtárba ahhoz, hogy bizonyos anyagokat letöltsenek, kifizessenek, esetleg fénymásolatokat szkennelve elküldünk, és ezért online fizetnek. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy jelentős előrelépés. A másik nagy munkánk, amelyen most dolgozunk, ez a digitalizálással kapcsolatos koncepció elkészítése, tehát az egész egyetemi könyvtárnak készül egy digitalizálási koncepció, amellyel tulajdonképpen új alapokra helyezzük az egyetemmel kapcsolatos digitális anyagokat, szakdolgozatokat, doktori disszertációkat, az oktatói publikációkat, illetve ugyanebben körbe tartoznak azok az anyagok, amelyek
akár az egyetemi könyvtár által digitalizáltak állományvédelmi szempontok miatt, vagy az e-anyagok, amelyeket a könyvtár vásárolt. Végül, de nem utolsó sorban, egy ilyen díj szakmailag, emberileg, a jövőre nézve mennyire lehet motiváció? Nagyon boldog vagyok, hogy ezt az elismerést megkaptam. Ugyan már néhány év van vissza az aktív pályafutásomból, de most éppen úgy érzem, hogy akár 10-20 évet is képes lennék dolgozni, tehát ez egy új lendületet ad, azt gondolom, egy ilyen elismerés. Én nagyon örülök neki, hogy ezt megkaptam, és az boldoggá tesz, hogy azok a visszajelzések, amelyeket kaptam a munkatársaimtól, a könyvtáros szakmától, az egyetemi emberektől, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, mert nyilván nélkülük ezt nem kaptam volna meg. Akkor én ezt a lendületet kívánom a következő évek sikereihez is, és még egyszer gratulálunk az elismeréshez. 6. alkalommal futottak a rákgyógyításáért a pécsi belvárosban. A jótékonysági futást a Dunántúli Postás Sport Egyesület rendezte. Az elmúlt években majdnem 9000 résztvevő több mint 9,5 millió forintot gyűjtött össze. Számos ismert személyiség is hozzájárult az eseményhez. Stencer Béla színművész moderálta az eseményt, míg Sárosi Laura, Berta Dániel és Cukor Zoltán baranyai kötődési sportolók Erős Antóniával kiegészülve a bemelegítést irányították. A rendezvény a jótékonyság mellett komoly üzenetet is hordoz. Megmozgatja Pécs lakosságát, az ifjúságot, és eljönnek erre a rendezvényre, fölhívják a figyelmet arra, hogy a daganatos betegségeket meg lehet előzni, gyógyítani lehet, illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy kulturális esemény is, hiszen ebben a gyönyörű belvárosban kiváló programokkal hát egy nagyon szép napot lehet eltölteni. A nevezési díjakból és a tombola sorsolásból befolyó összeget a Posta a pécsi székhelyű nőgyógyászati daganatos betegekért alapítványjavára utalja át, ahol már meg is van a helye a pénznek. Nagyon szeretnék egy nagyon jó minőségű videokolposzkópot venni, ami tulajdonképpen egy ilyen speciális nagyító berendezést, amivel a méhnyakat, méhszájat lehet vizsgálni. Az első célba érkező még csak ismerkedik a várossal, frissen kezdi a tanulmányait a Pécsi Egyetemen. Interneten láttam a hirdetést, és úgy döntöttük néhány barátom, hogy eljövünk, mert jó kezdeményezésnek tűnt. És a belváros az nagyon szép, és a hangulat is, mint kiderült, nagyon jó. Nevezőből pedig szép számmal akad. Több mint 2300-an vágtak neki a 3 kilométeres távnak. Volt olyan is, aki már több egyszerre futott a rákgyógyításért. Egyrészt ez egy jó lehetőség a sportolásra itt a városban, másrészt, hogy támogassam a rákgyógyítást. Jó volt a bemelegítés és Erős Antóniával, és az egész szervezés. Az eseményen összesen 2 millió 551 ezer forintot sikerült összegyűjteni a jótékony célra, miközben mindenki mozgott egy jót, és a zenei produkciók is hozzájárultak ahhoz, hogy a szép számban összegyűlt futósereg igazán jól érezze magát. Új rektorhelyettesekkel kezdte meg működését egyetemünk vezetése az idei tanévben. A következőkben dr. Berke Gyula oktatási rektorhelyettessel beszélgetünk tervekről, célkitűzésekről. Sok szeretettel köszöntöm itt nálunk a stúdióban. 2007-től két cikluson át látott el dékáni tevékenységet az Állam és Jogtudományi Karon. Mi motiválta, hogy most rektorhelyettesként folytassa pályáját? Igen, valóban 6 évig voltam a jogi kar dékánja, és amikor ez az időszak befejeződött, akkor majdhogy nem megfogadtam, hogy soha többé nem vállalok ilyen típusú feladatot. Aztán eltelt egy év, és hát tulajdonképpen meglepetésemre a rektor úr megkeresett ezzel a most folyamatba kerülő ajánlattal vagy lehetőséggel. Aztán meggondoltam magam. Tulajdonképpen, hogyha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni azt, hogy miért, akkor azt mondanám, hogy a rektor által felvázolt elképzelések tulajdonképpen szimpatikusnak tűnnek, és azt gondolom, hogy sikereket is el lehet érni ezeken a területeken. Ugye korábban megfogalmazta, hogy az idegen nyelvi képzésre, illetve a külföldi kapcsolatok erősítésére nagy hangsúlyt szeretne fektetni most rektorhelyettesként. Mik azok az konkrét elképzelések esetleg, amik ezeket a pontokat erősíteni tudják? Egyrészt azt kell mondjam, hogy
Itt most sajátos helyzet keletkezik a rektorhelyettesi feladatmegosztásban, mert ugye a külügyi tevékenység az Zeller rektorhelyetteshez kerül. Ugyanakkor hát a képzési része a dolognak az meg az én hatáskörömben van. Ha rátekintünk arra, hogy mi is történt ebben a tekintetben a Pécsi Tudományegyetemen az elmúlt években, akkor azt látjuk, hogy mondjuk az utolsó rektori ciklusban, tehát Bódis rektor megelőző ciklusában az a célkitűzés, hogy jelentősen növekedjen a külföldi hallgatók létszáma, az részben megvalósult. Tehát jó pár százal, 4-500-al növekedett a ciklusban a külföldi hallgatók létszáma. Ami azonban még ehhez képest is szembeötlő, az az, hogy korábban az egyetemen külföldi hallgatók tulajdonképpen csak nem kizárólag az orvoskar képzéseiben vettek részt német és angol nyelven. Az a helyzet, hogy jelenleg is ezeknek a hallgatóknak a száma a legnagyobb, és tulajdonképpen növekszik is változatlanul. Azonban az is megállapítható, hogy számos olyan képzés indult az egyetemen, ahol megjelentek a külföldi hallgatók, például a bölcsészkaron, mondjuk a pszichológia képzésben, de azt kell mondjam, hogy mondjuk a jogi karon is elindult idegen nyelvű képzés tavaly, és már az idén számos külföldi hallgató jelenik meg ezen is. Tehát azt látom, hogy az idegen nyelvű képzési portfóliónkat jócskán alakítani kell, növelni kell az idegen nyelvi kurzusoknak, meg képzéseknek, szakoknak a számát is. Nyilvánvaló, hogy így lehet érdemben előrelépni ezen a területen. A képzési portfóliónk alakítása szempontjából a karok közötti együttműködést azt alapkérdésnek tekintem. Szerintem ezen a területen sikereket elérni kari együttműködésekkel lehet. Ami az én lehetőségeimet, meg feladataimat illeti, vagy illetheti ezen a területen, az tulajdonképpen az, hogy ennek a kari együttműködésnek a szervezeti működési szabályozási kereteit úgy alakítsam, vagy közreműködjek ezeknek az alakításában annak érdekében, hogy ezek az együttműködések gyorsan, gördülékenyen, egyszerűen, adminisztratív és anyagi nehézségek nélkül történjenek. Az nyilvánvaló, hogy az a probléma, amit hát közhelyszerűen a képzésben mutatkozó párhuzamosságoknak szoktak vagy szoktunk nevezni, az az elkövetkező időben ki fog éleződni az egyetem életében, és egészen biztos vagyok abban, hogy erre gyors és határozott megoldást kell találni. Az egyértelmű, hogy az egyetemen mind a képzési területek, mind a szakok, mind a tantárgyak tekintetében nagyszámú, jelentős párhuzamosságot találunk, ami egyébként, hogy mondjam, összességében erőforrás pazarló egy oldalról, más oldalról, meg biztos, hogy ennek a fenntartása, finanszírozása erőforrásokat von el attól, amit az előbb a képzési portfólió modernizálásaként emlegettünk. Van esetleg olyan egyéb kulcspont, amire úgy érzi, hogy hangsúlyt kell fektetni ebben az új periódusban? Gondolok itt akár a fogyatékkal élőkre, a roma kérdésre. Az előző rektori ciklusban megfogalmazódott több ilyen program, és a programok alapjainak a kidolgozása is megkezdődött. Egyik-másik előbbre tart, egyik-másik még csak a kezdeti stádiumokban van, tehát több ilyet lehet említeni. Az egyik az úgynevezett érzékeny egyetem koncepció, amelyik a fogyatékkal élő hallgatókra és másodszorban a fogyatékkal élő alkalmazottakra koncentrál. Én egyetértek rektor úrnak azzal a korábban megfogalmazott elképzelésével, hogy a Pécsi Tudományegyetem a fogyatékkal élők számára egy országos kiterjedéssel működő központi jelentőségű intézmény legyen, melyik vonza a hallgatókat, és hát nagyon egyszerűen fogalmazva ennek érdekében az egyetem egyébként működő úgynevezett támogató szolgálatra támaszkodva a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést tulajdonképpen tovább kell folytatni. Másik ilyen program az úgynevezett diaszpóra program,
amelyiknek a célcsoportja, ez tulajdonképpen egy képzési program, vagy több képzésből álló programcsomag, ez legalábbis a legfontosabb eleme. Ez tehát a külföldön élő magyar népességre irányuló program, szerte a világon egyébként Ausztráliától a Kárpát-medencéig. Harmadsorban lehetne említeni talán azt a tulajdonképpen a kidolgozásnak még a legeslegelső fázisában levő programcsomagot, amit mondjuk a romák képzésének lehetne elnevezni. Szóval egészen biztosan alapvető és egyébként az egyetem küldetéséből is fakadó cél az, hogy a roma hallgatók számát, szerepét és lehetőségeit növeljük. Én ennek érdekében igyekszem mindent megtenni, és megint azt hangsúlyozom, hogy igyekszem a legszélesebb konszenzust kialakítani az érintettek körében. Rektorhelyettes úr, én azt gondolom, hogy bőven van akkor feladat és kihívás a vezetőség előtt. Én ehhez kívánok nagyon sok sikert és eredményes munkát ebben a következő periódusban. Köszönjük, hogy a vendégünk volt. Nagyon szépen köszönöm. Sokan. Most pedig egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor. Szeptember 1-től Pécs és Budapest között az egyik Intercity járatot PTEIC néven közlekedik, és ez azt jelenti, hogy délelőtt Pécsről Budapestre megy a PTEIC, és késő délután Budapestről indul. A PTE tánc együttes, amely a hallgatókból álló csoport, flashmob bemutatókat fog tartani a budapesti keleti pályaudvarot, és tulajdonképpen ezzel népszerűsítjük magát a PTEIC-t. Nagyon tetszett, kiváló volt, valóban meglepő volt, és épp azt számolgattam, hogy 30. éve utazom Pest és Pécs között, és ilyennel még nem találkoztam. PTL Intercity vonat érkezik Pécs felől a 9. vágányra. Szerintem ez egy nagyszerű dolog, könnyebben lejutnak a PTR-re a diákok, és egy sokkal kényelmesebb módja szerintem az utazásnak, mint a busz. Robbie switch lanes, diamonds in my chain. Been around the world, all the hoes know my name. Call it automatic bang, bang, bang. It's that automatic bang, bang, bang. Bitte! Egy fiatal lány a természettudományi kar hallgatója, aki az idei onkoolimpiáról 3 aranyéremmel tért haza. Ő Galambos Kinga, egy igazi győztes, és nem csak az uszodában. Szia Kinga, hát hogy emlékszel vissza, mi vezetett a sikerre? Szia! Igazából a gyermeklelk alapítvány adta fel, hogy az onkoolimpiára kivisz engem, és mivel a betegségem előtt 10 évig úsztam, ezért szinte alap ötletnek jön, hogy akkor ugye úszás nem beinduljak az onkolimpián. A rákból gyógyuló gyermekek számára egyébként idén 5. alkalommal rendezték meg az onkolimpiát Varsóban, ahol 12 ország 270 versenyzője közül hazánkat egy 13 fős csapat képviselte. Kinga 50 méter hát, gyors és mellúszásban mérte össze tudását társaival, és mindhárom versenyszámban megszerezte az elsőséget. Az úszás számokat úgy kell elképzelni, hogy kategóriánként voltak szedve. Én voltam a 4-es kategória, és először 50 gyorsat úsztam. Hát ott nagyon izgultam, mert nagyon sokára következtem, mert meg kellett várnom az kategóriákat, mire ugye én következek. De aztán gyorsan pörögtek le minden, szóval
nem is tudatosult meg akkor még bennem, hogy ilyet nyertem, csak akkor, amikor már eredményhirdetés volt. A másik két szám az 50 mell volt, és az 50 méter hátúszás. Tényleg azok rögtön követték egymást, és kiszálltam az egyikről, megugrottam is vissza a másikba, úgyhogy nem is volt annyi időm, hogy legalább annyit mondjak, hogy győztem és sikerült. Kinga egy súlyos betegségből gyógyult meg, 2011-ben veserákot diagnosztizáltak nála. A felépülésig vezető úton a sport iránti szeretete és kitartása segítette. 9 kemoterápián estem túl, és úgy volt, hogy minden kemoterápia között belátogattam az úszodába. Bár nem úszhattam még, de az úszótársaimmal, meg az edzőmet nagyon jó volt látni, illetve még mondták is az orvosok, hogy az volt az egyik szerencsém, hogy én 10 évig versenyúztam előtte. Szóval nem is az, hogy csak fizikálisan, de nagyon nagy volt a kitartásom, hogy le tudjam küzdeni ezt a betegséget. A gyógyult lány felépülése óta már másodéves fizika, matematika szakon a természettudományi karon. Tanár szeretnék lenni. Most még középiskolai tanárnak gondolom, hogy jó lenne azzá válni. Hát igen, még sok év kell hozzá, úgyhogy de nagy álmom, hogy az legyek. A tanulás mellett az úszás pedig továbbra is legkedvesebb hobbija maradt. A következő onkoolimpián pedig már átadja a lehetőséget többi gyógyult társának, hogy ők is bizonyíthassanak, hiszen a dobogón állni, mint mondja, leírhatatlan érzés. Kedves nézőink, Önök Navigátor című műsorunkat látták. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk friss tartalommal. Korábbi adásainkat és Nyitott Egyetem című műsorunkat addig is megtalálják az alábbi elérhetőségeken. Viszontlátásra!